Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Jó régen mondtam utoljára gondolatokat a szimbólum kártyáról, úgyhogy időszerű erről beszélni, és azt hiszem, hogy ez se véletlen, hogy pont most, amikor a nap pontosan együtt áll a Szaturnusszal, elérkeztünk a Kos és a Skorpió laphoz. Ugye legutoljára a Kos és a Mérleg volt terítéken, most pedig a Kos és a Skorpió. A Kos és a Skorpió lapnak Péter Orbán a vámpír nevet adta. Adódik ez abból, hogy valójában a Kos, amivel indul az élet, az energia, és a Skorpió pedig a halál, az egyes és a nyolcadik jel, tehát így kapcsolódnak egymáshoz az egyes ház, az én háza, az életháza, és a nyolcas ház, a halálháza, az elmúlás, a vég. Mit is akar ábrázolni a vámpír? A vámpír az valójában egy energiarabló archetipus, hiszen nem szoktunk találkozni az utcán úgymond olyan jellegű vámpírokkal, amelyek mondjuk akár a filmekben is szerepelnek, akik a fogukkal vért szívnak a paciensük nyakából, és aztán napközben elbújnak egy sötét helyre, mert az ő úgymond fő tevékenységi idejük az az éjszaka, a holdnak az időszaka. Beszélhetünk természetesen arról, hogy léteznek olyan emberek, akik szívják a másik ember erejét, és ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy ők vámpírok. De ezek a vámpírok, ezek nyilván nem a mesebeli vámpír pontos megfelelői, de ugyanakkor archetipikus értelemben, az analógia értelmezésében ez mindig egy összeköttetést jelent. Összeköttetést az áldozat és a vámpír között. Igen ám, csak hogy a történet, amit nagyon nehezen fogadunk el, nem úgy kezdődik, hogy van a vámpír, aki kiszívja az én erőmet, elszívja az én életerőmet, hanem az áldozat megtalálja a tettest. Vagy ha így jobban tetszik, az áldozat magához vonza a tettesét. Tehát igazában véve ez egy érdekes játék, és jól is mutatja a Kos és a Skorpiót. A Kos marsikus ereje az a tettes marsikus ereje, a Skorpió marsikus ereje pedig az, mindig benne van egy ilyen mártíromság, egy önfeláldozás, egy megyek a halál felé, feladom az életemet. Tehát az ősz jeleit szokták inkább az öngyilkossághoz kapcsolni. A Mérleg, a Skorpió, a Nyilas, azok a leghajlamosabbak az öngyilkosságra. Tehát ha figyelembe vesszük, hogy ez az úgynevezett vámpír, ez valójában egy kötésben van. És nagyon izgalmas az a kérdés, hogy pontosan el tudjuk dönteni, hogy ki a tettes és ki az áldozat, mert bizonyos értelemben ők egymáshoz vannak láncolva. És hogyha elkezdünk azon gondolkozni, hogy mi van akkor, ha első lapként húzzuk ki a vámpírt, akkor valójában arra hívja fel a figyelmet, első lapként a vámpír, hogy valami, valaki, egy szerepszemélyiség meghalt bennünk. Nem hagytuk, hogy éljen, nem adtunk neki
megfelelő energiát az élethez, sőt, bizonyos értelemben elszívtuk az energiáját. Mondanék egy példát. Képzeljünk el mondjuk egy olyan típusú embert, akinek mondjuk teszem azt oroszlán az aszcendense és skorpió a napja. Az oroszlán az élet élvezetéről, az élet igenléséről szól. A skorpió ennek az ellentetje. Lehet, hogy egy skorpió nappal, hiszen a születési uralkodója, ha oroszlán az aszcendense, ő látástól Mikulásig dolgozik, és elnyomja magában a gyereket, elnyomja magában azt, aki szórakozni szeretne, elnyomja magában azt, aki könnyedebb életet szeretne, tehát ha ő egy ilyen lapot kihúz, a vámpírt, első lapként, akkor arról szól, hogy szép lassan felszámolta magában azt a kicsit napgyermeket, aki boldog örömmel élvezi a lét minden örömét. Sokféle módon lehet az ember önfeláldozó, és nem arról van szó, hogy rossz dolog az önfeláldozás, hanem arról van szó, hogy az arányokat kell helyesen felvérni, és az arányokat kell helyesen megtartani. Tehát ha valaki első lapként húzza ki a vámpírt, akkor valójában megölt valakit magában. Tehát ahhoz, hogy ezt az egészet helyrehozza, el kell mennie, valójában a vámpír a tudattalan világában van otthon, a sötét világban, nem a napfényes világban, a vámpír a napfényben meghal. A fény a vámpírt megszünteti. Tehát le kell mennie a tudattalanjába, az önmaga tudattalanjába, hogy felfedezze, hogy ki az benne, akit megölt, akinek elszívta a vérét. Ha második lapként húzzuk ki a vámpírt, akkor valójában arról van szó, hogy jelen pillanatban éppen tanulnunk kell. Éppen azt kell megtanulnunk, hogy ezt a fajta kötést, ezt a fajta függőséget valójában mondhatjuk azt, hogy tettes és áldozat egymásnak van teremtve. Ez egy függőség, ez egy kötelék, ez egyfajta szenvedély, amiből egyikük sem tud kijönni. Újból és újból elkezdik játszani ugyanazt a játékot. Újból és újból ott vannak, ahogy az angolok mondják, a Twilight Zone, a ködös zóna, a twilight, a homály zónának a szélén, és nincs beengedve a napfény. Ahogy annak idején a Herben énekelték, hogy engedd be a napfényt. Hát be kell engedni a napfényt. Ha egyes lapként húzza ki a vámpírt valaki, akkor megölt valamit, ha második lapként, akkor neki az a dolga, hogy beengedje a napfényt. Na de akkor meghal a vámpír. Igen, de mindig arra tessék gondolni, hogy minden halálból újra támad az élet. Tehát hiába félek attól, hogy meghal valaki, ahhoz, hogy újra feltámadjak, hogy újra a napos oldalon, a napos oldalon járjak, ahhoz el kell engednem a vámpírt magamban. Tehát második lapként kihúzva ez egy nagyon-nagyon komoly feladat, hogy a vámpírt elengedjem, a vámpír meghalljon. Hogy újra támadjak, hogy újra emberként éljem az életemet. Hogy áthasson, átvilágítson a napfény.
ha hármas lapként, ha harmadik lapként húzom ki a vámpírt, akkor valójában az egyfajta befejezett ténnyel szembesít. Azt jelenti, hogy valamit, amit nagyon nem akartam megoldani, annak eljutottam a megoldásához. Valamit, amit nagyon nem akartam feldolgozni, annak eljutottam a feldolgozásához. Tehát harmadik lapként a vámpír egy befejezett tényt mond. Igen, eddig szívták az életerődet, igen, eddig szívtad más életerejét, most befejezted ezt. Kimentél a napfényre, és új fejezet kezdődik az életedben. Tehát a harmadik lapként kifejezetten optimistán kell nézni a jövőbe, hiszen egy újjászületés, egy új lehetőség indul el az ember életében. Ez egy sötét lap, amivel mindenféleképpen szembe kell nézni. Carl Gustav Jung beszél az emberben lévő árnyék személyiségről. Ez tipikusan megfogalmaz. Tehát ha ezt a lapot húzzuk ki, az pontosan azt jelenti, hogy a saját árnyékunkon kell dolgoznunk, a saját árnyék személyiségünket kell a fénybe vinni, a szeretetbe vinni, a napos oldalra vinni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Isten áldja önöket, viszontlátásra!